Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túró résztvevőket is. Én Cank Ferenc vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani az előadást, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül. Lévényben élünk, családi helyzetem, kedves férjem itt áll mellettem. A PPH előtti foglalkozásom eredendően természetgyógyásznak és környezetmérnöknek tanultam. Mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. Nekem a családi helyzetem szintén boldog, párkapcsolatban élek. A PPH előtti foglalkozásom tanulmányom szerint gépészmérnök volt, viszont már a PPA csapatszervezés, tanulói csapatszervezése a legfőbb tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanítására, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mind úgy szoktak bekövetkezni, ahogy ő mondja. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezet piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket, neki van a legrészletesebb információja a 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együtt élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném most megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Ó, szuper. Tehát nem vagyunk elégedettek. Mi baj van a jelenlegi világgal? Korrupt, elnyomás, tudatlanság. Nem jó az irány. Nem tudnak gondolkodni. Félelemben tartják az embereket. Jelenleg mivel tartják félelemben leginkább az embereket? Háborúval. Aha. Éppen beszéltem az egyik unokatesommal, meg annak a feleségével, illetve beszéltünk a nejemmel mai nap folyamán. Ők közvetlen az ukrán határnál laknak, a határon innen. És hát ugye járnak át onnan továbbra is a háború ellenére Ukrajnába. És a boltokban tudjátok, milyen termékek vannak? Odakint. Magyar. Magyar termékekkel vannak tele a boltok. És tudjátok, hogy hogy élnek ott közvetlen a határ mellett az ukránok? Jobban, mint előtte. Mint a háború előtt, képzeld el. Nem vicc. Most mondták. Vicces. Tehát anyagi szempontból jobban élnek, de azt mondták, hogy bújtatni kell a férfiakat. Ha nem jöttek még át, bújtatni kell. Jönnek folyamatosan a behívók, de el kell bújniuk a férfiaknak, képzeljétek el. Úgyhogy, de anyagi szempontból jobban élnek. Például az utak nem kátyusok. Nem úgy, mint mondják ők, hogy
Ugye ott nálunk kátyusok az utak. Ott? Nem. Nem mondtam, hogy itt Budapesten is kátyusok az utak, úgyhogy teljesen mindegy, nem kell ahhoz Szabolcsba menni, hogy kátyus legyen az út. Így van, tehát már Budapesten is lehet találni. De ott nem kátyusok az utak. Tehát hallják azt, hogy indul a légvédelmi sziréna, pedig arra ugye nem jár semmiféle. Időnként ugye a túloldalt járnak helikopterek, nézik, hogy nem akar-e valaki átszökni a határon. Hát ott a Tisza van, ugye a Tiszán nem olyan könnyű átszökni, hogy csak valami, ilyenkor télen ugye úszva se lehet, mert nyáron sokan próbálták ott úszva átjönni, hanem ilyenkor ugye csónakkal lehetne, de hát a csónakkal meg rögtön kiszúrják az ukránok. És akkor olyanok is voltak, azt mesélték, mikor ott voltunk, ugye nyáron voltunk ott, hogy simán már a magyar, tehát magyar részen voltak és átlőttek. Tehát lelőtték, aki átjött. Képzeljétek el. Tehát volt ilyen, nem egy ilyen példa volt ott, hogy már a magyar területen voltak, és onnan átlőttek a katonák, és lelőtték, akik átjöttek. Úgyhogy durva, durva, de mondom, gondoljátok végig, hogy anyagi szempontból jobban élnek, mint a háború előtt. Képzeld el. Tehát mi miatt? A segélyek miatt. Tehát ugye Kárpátalját elsősorban ugye a magyarok segélyezik, de azt is mondják, hogy a segélyekből nem nagyon látnak valamit, mármint úgy értve, hogy a pénzügyi sekélyből nem nagyon látnak valamit a lakosság. És tudod, mi a brutál, amit a nyáron meséltek, azt én már meséltem itt élőben, hogy vannak olyan részek Ukrajnában, ahova nem megy be se a rendőrség, se a katonaság. Általában ugye ezek ilyen cigány telepek. És képzeld el, azért szülnek gyereket, tehát ott, hogy gyerek születik, nem tudják, mennyi gyerek születik, és azért szülnek gyereket, és azért nevelik fel a gyereket, hogy utána eladják szervkereskedelemre. Na, ilyen országot akarunk mi EU-ba. Gondoljátok végig. Hát nem mi, hanem a többiek, tudod. Hát ugye ők tudják, mert átjárnak. Tehát még most is át lehet járni, annak ellenére, hogy háború van, a határon a magyarok jöhetnek, mehetnek, érted? És tehát úgy a magyarok, hogy az itt lakok természetesen. Tehát mondom, nagyon durva ez, de ugye tudjátok, hogy ilyen kis határátkelővel tudnak menni ott, jönni-menni. És mondom, nagyon durva, de ilyen országot akarunk. Mármint akar az EU, tudod, azért mondom többes számban, mert nem mi akarjuk, mi gyarok, hanem az EU akarja, ahol ilyen dolgok vannak. Hogy azért nevelik föl a gyereket, utána, hogy eladják szerv kereskedelemre a gyereket. Ami azt jelenti, hogy ugye a gyerek akkor valószínűleg meghal. Mondod végig. Nagyon brutál. Jó, tehát lényeg az, hogy nézzük egy kicsit a háborút, jó? Ha már ugye arról van szó. Ne féljetek a világháborútól, nem lesz, jó? Tehát ez ijeszgetés. Nem lesz. Tehát nem a háború az, a háborúzónak nem üzlet a háború, jó? A nem háborúzóknak, akik eladják a fegyvereket, meg segélyeket adnak, azoknak üzlet a háború, jó? Tehát akik segélyezik vagy segítik pénzzel a háborút, na azoknak üzlet a háború, ez csak világos. Sokkal, tehát akik háborúznak, ott vannak az oroszok, azoknak nem üzlet a háború. Jó? Tehát sokkal nagyobb üzlet a háború helyett a gazdasági működés, érted? Tehát a gazdaság kiterjesztése a sokkal nagyobb üzlet, mint a háború. Tehát a háború, igaz? A háborúzóknak nem üzlet a háború. Tehát már nem az van, mint régen, hogy foglaljunk el területeket. Nem, most gazdaságilag foglalnak el területeket. Tehát sokkal nagyobb üzlet gazdaságilag elfoglalni területeket, mint ahogy minket is elfoglaltak. Oké? Hát el vagyunk foglalva.
Csak most már nem az oroszok által, hanem a nyugat által. És nem egy ország által, hanem több ország által. Érted? Tehát ez a különbség. Csak az emberek ezt nem látják át. Gazdaságilag vagyunk elfoglalva. Tehát mi gazdasági függőségben vagyunk. Nem kis mértékben. Érted? Tehát ma a gazdasági függőség bevezetése egy országban az sokkal kedvezőbb, mint egy háború. Tehát az oroszok nem Ukrajnát akarták. Tehát az oroszok csak békét akartak, és azt akarták, hogy ne terjeszkedjen, miben megállapodtak, hogy ne terjeszkedjen tovább a NATO. Érted? Ezt akarták csak. És ennek ellenére a NATO tovább terjeszkedett. Gondoljátok végig, olyan megállapodás volt, hogy a fák államok, beleértve Litvániát, Észtországot, Lettországot, Moldáviát, stb. Stb. Ukrajnát, ez mind fákország volt a Szovjetunió szétesésekor, hogy ezek a fákországok nem lesznek NATO tagok. És egyre több ország a fákország közül NATO tag lett. Litvánia, Észtország, Lettország, oké? Pedig megállapodtak, hogy nem lesz. Megállapodtak abban, hogy az orosz határ közelében nem telepítenek atomrakétákat, meg ballisztikus rakétákat, tehát nagy hatótávolságú rakétákat. A NATO nem telepít. Telepített, érted? Na most ilyenkor mit tehet egy ország a saját védelmére? Lásd, mit csinálnak ugye az ukránok most? Kaptak ballisztikus rakétákat, tehát nagy hatótávolságú rakétákat, amit bizonyos helyeken már felhasználhatnak orosz településekkel szembe. Érted? Tehát akár orosz városokkal szembe. Felhasználhatnak. Hát persze, hogy az oroszok azt csinálják, hogy tolják ki azt a sávot, hogy ők biztonságban érezzék magukat. Tehát azt kell megértenetek, akik hallgattok engem, hogy egy háborúzó országnak a háború az kész katasztrófa. Érted? Az nem üzlet. Az oroszoknak sem üzlet. Az üzlet a gazdasági kiterjesztés, növekedés. Oké? Tehát ugye ez kiderült a második világháborútól, hogy terjeszkedni nem úgy kell, hogy elfoglalnak egy országot, hanem gazdaságilag kell leigázni. Érted? És ezt csinálják. Az összes kelet-európai országot a lakosság nem tudja, gyakorlatilag gazdaságilag leigázták. Csak nem a kelet, hanem a nyugat. Világos ez? És a világon a gazdasági leigázás terjed a háborús leigázás helyett. Hát gondold végig, egy háborús leigázás, tehát leigázza egy háborúban az országot a másik ország, mondjuk a szomszéd ország, utána mennyibe kerül neki a helyreállítás? Ha gazdaságilag igázza le, egy vasba nem kerül a helyreállítás. Érted? Csak haszon van neki rögtön, az elejétől. Onnantól kezdve, hogy elkezdi a gazdasági leigázást, csak haszon van. Nincs kár. Hát azzal, hogy háborúzik, az egy csopó pénzt öl a fegyverekbe. Utána az újraépítés, újjáépítés, mennyibe kerül? Az legalább annyiba, mint a rombolás, ha nem többe. Érted? Tehát kész katasztrófa ma háborúval leigázni. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy az oroszok majd tovább akarnak menni, óriási tévedésbe vagytok. Nem akarnak tovább menni, ők csak azt akarnak, hogy biztonságban legyenek. És az nem biztonság érzet számukra, hogyha atomfegyverek vannak közvetlen körbe a határukon, érted? És gyakorlatilag vagy nem atomfegyverek, akkor ballisztikus rakéták, ami ugye nagy hatótávolságú rakéták, akár amelyik több ezer kilométerre is el tud menni. Ez hol a biztonság? Gondold végig. Tehát a biztonság az, hogy nincs fenyegetve egyik ország a másiktól. Érted? Katonailag.
Tehát nyilván az oroszok nagyok ahhoz, hogy őket le lehessen gazdaságilag igázni. Ők túl nagyok ahhoz. Az nem valószínű, hogy ezt meg tudnák csinálni. Tehát azzal, hogy belekényszerítették az oroszokat a háborúba, azzal gyakorlatilag azt a célt szolgálták, hogy gyengítsék az oroszokat gazdaságilag. Mert az oroszok gazdaságilag az elmúlt évtizedekben, mióta Putyin van, nagyon megerősödtek. És ezért ugye az amerikaiak elsősorban így akarják az oroszokat gyengíteni gazdaságilag, hogy háborúba kényszerítették. Tehát minden háborúzó ország, hát az amerikaiaknak könnyű volt, mert saját környezetében nem volt sose háború, érted? Tehát tenger veszi körbe, nem volt háború. Mexikóval nem háborúzott. Jó, szóval most az újkori háborúkat mondom, nyilván nem a függetlenségit. Szóval lényeg az, hogy ezzel riogatják az embereket, hogy majd itt világháború lesz. Nem lesz világháború. Tehát senkinek nem érdeke, hogy világháború legyen. Ezt azért mondják, akár neves politikusok, hogy már itt van a világháború a nyakunkban, hogy a lakosság féljen. Világos? Tehát miért kell, hogy féljen a lakosság? Mert akkor azt csinálnak velük, amit akarnak. Tehát egy félelemben lévő emberrel, ha valaki ismeri az emberi elme működését, akkor pontosan tudja, hogy a félelemben lévő emberrel úgy azt lehet csinálni, amit akarnak, úgy lehet manipulálni a félelemben lévő embert, ahogy akarják. Ennyi. Jó? Tehát csak, hogy tiszta és világos legyen. Tehát nem kell itt félni a háborútól. Jó? Az oroszoknak még az sem érdekük, hogy egész Ukrajnát elfoglalják. Még az sem. Hát ugye, mit tudom én, hány ezer kilométer Ukrajna keresztbe. Tehát még az sem érdekük, hogy elfoglalják, mert kellően messze van. Ugye, még akkor is, ha mit tudom én, mondjuk a lengyelek visszakapnák a területeket, a románok ugye nem tudják visszakapni, mert az Moldva, és visszakapnák ugye a magyarok azt a területet, akkor is messze lenne a Kárpát-toktól ugye Oroszország. Még akkor is, hogyha ugye azt a területet, amit eddig elfoglalt, az már orosz terület maradna, akkor is messze lenne. Jó, tehát nem kell ilyenektől félni, nem kell azzal foglalkozni, hogy minden háború lesz itt, nem lesz. Jó, tehát nem lesz. Tehát, hogyha a háború lenne, akkor igazi háború, akkor gondold végig a háborúban, nézzétek meg, első-második világháborúban az egész lakosság nélkülözött. Nem volt olyan rész egy országban, hogy tök jól élnek, mint Ukrajnában. Itt a Kárpátalja a határhoz közel, jó, nem mennek nagyon messzere, mert tudom, ott van két város, a közelben két nagyobb város, és azt mondták, hogy ugye teljesen rendben van ott minden, tehát teljesen rendben. Tehát jobban élnek, mint ott Szabolcsban az emberek, gondold végig. Tehát jobb az életszínvonaluk Ukrajnában, mint Szabolcsban. Na? Gondold végig. Ez most, nem ma, háború előtt, most. A háború miatt jobb az életszínvonaluk. Na milyen háború az, hogyha a lakosság egy részének jobb az életszínvonala? Milyen háború? Hát nyilván most nem azokról van szó, ahol a front zajlik, ahol potyognak a bombák, érted? De ahol nincs bomba. Hát ugye a háborúban az országok elszegényednek, nem gazdagodnak. Az egész ország elszegényedik. Jó? Egyesek gazdagodnak csak. No szóval, csak azért, hogy tiszta és világos legyen, nem kell ilyenektől félni, jó? De hanem pont ezzel kellene foglalkozni, hogy az elménk hogy működik. Hát az ember ismerné a saját elméjének a működését, akkor tudná azt, hogy milyen módon hat negatívan az ő saját működésére az elme. Jó, egy kis tanítást beleteszek, de módszer nem lesz benne most.
nézzük meg, hogy hogyan is működik az ember, jó? Nem érdekes a testünk, mert a testünket ezt bárki tanulmányozhatta általános iskolában, középiskolában, hiszen tanultuk, nem beszélve a főiskolákat vagy egyetemeket, ha valami olyan szakra járt az ember. Tehát ezeket lehetett tanulmányozni. Kismillió könyv van az emberi test működéséről, a szervek működéséről. Erről nem is kívánok beszélni, de az elme működéséről gyakorlatilag nem nagyon tudsz könyvet olvasni. Nincs. Elme működéséről kereshetsz az interneten anyagokat, nem nagyon fogsz találni. Pedig ugye nekünk van egy nagyon furcsa működésünk, kettős működésű elménk van. Tehát kettős működésű. Ez a természetben egyedülálló. Tehát megnézik az állatvilágot, csak egyféle elme működés van, nincs kétféle. Az állatoknak, például az állatok nem tudnak gondolkodni. Tehát nincs gondolkodó részük az elmének. Ott csak ösztönös része van az elmének. Az emberi elmének meg kétféle működése van. Van a gondolkodó rész, az a jobb agyféltekénk, és van a bal agyféltekénk, az pedig az ösztönös részünk. De ezt mindenkinek tudni kellene. A gondolkodó is máshoz kapcsolódik a gondolkodás miatt, és az ösztönös részünk is máshoz kapcsolódik az ösztönösség miatt. Tehát az ösztönös része az agyunknak, az nagyon úgy működik, ugye a bal agyfélteke, mint az állatoknál. Most nyilván a fejlettebb állatokra gondolj. Tehát nagyon úgy működik, hogy gyakorlatilag az egy nagy raktár, tehát egy hatalmas raktár, és abban minden információ bemegy. Onnantól, hogy az ember megfogad, nem is onnantól, képzeld el. Nagyon érdekes, hogy megfogansz, hol az agyad? Nincs agyad. Érted? És mégis a bal agyféltekéd rögzülése beindul. Onnantól, hogy megfogansz. Nem érdekes? Pedig nincs agy. Hol van még agy? Általában az agy az a legvégső szakaszban fejlődik ki az embernek, ugye ugye tökéletesre ott az anyahasában. Szóval nem az agyunk van először. Tehát agyunk nincs, mégis rögzül minden. Honnan tudni, hogy rögzül minden? Hát úgy, hogy kétféle módon. Vagy hipnotikus állapotban, vagy alfa állapotba, tehát meditációs állapotba, vissza tudsz emlékezni a fogantatásig. Na erre van gombot. Hogy emlékszel vissza, nincs agyad? Vagy akkor még nem volt, na úgy értve. Érted? Hogy? Gondold végig. És ez tény, ez bebizonyított tény, mind a kettő. Hogy vagy hipnotikus állapotba, vagy meditációs állapotban, tehát alfa állapotban az ember képes visszaemlékezni egészen a fogantatásig. Jó? Na most akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem az agyunkkal emlékszünk. Hanem az agyunk az csak egy eszköz, hogy emlékezhessünk. Tehát maga nem az agy hozza létre azt a mechanizmust, ami által, azt a raktározást, ami által emlékszünk. Én tudom, hogy van ez, de én most azért kérdezem tőled, hogy ne azt hall tőlem, hogy ez így van, hanem azt hall, hogy nem lehet, hogy így van. Hogy te gondolkozz el rajta, hogy a manóban van ez, hogy fogantatásig visszaemlékszünk agy nélkül. Érted? És ezáltal ugye egyértelmű, hogy akkor nem lehet, hogy nem az agya az emlékezés formája, az csak eszköze. Tehát az, érted? Tehát akkor hogy a manóban van ez? Én tudom, hogy van, most ezt nem fogom elmondani, hogy van részletesen, mert lehet, hogy kiakadsz rajta. Érted? De olyan részleteket hallanám meg, amit soha nem tanítottak neked. Érted?
Szóval lényeg az, hogy ugye két agyféltekénk van, de gondold végig, ez is bebizonyított tény, hogy olyan mértékű információraktározás van az agyadon keresztül, tehát mondom, az agyad egy eszköz, a bal agyféltekén keresztül olyan mértékű információraktározás történik, hogy onnantól, hogy megfogantál, ugye a fogantatás pillanatában nem volt se agyad, se szemed, se füled, se tapintásod, se ízlelésed. És képzeld el, onnantól mégis ezek rögzülnek. Érted? Méghozzá, hogyha valaki foglalkozott videótechnikával, ugye a videónál be lehet állítani, hogy másodpercenként hány képet rögzítsen a videó. Ezt úgy hívják, hogy frame per secundum. FP-vel jelölik ez a mérték, idézőjelben mértékegysége, FP. Jó? Tehát frame per secundum, tehát hogy hány képet rögzít. És egy jó rögzítés ott kezdődik, hogy 25 kép. De egy kiváló rögzítés az 50 kép per szekundum, per másodperc. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. És az is kiderült, hogy az agyunkon keresztül az emlékezés az 50 frame per szekundummal történik. Tehát 50 képpel másodpercenként. De az hanggal, ha van tapintás tapintással, ha van ízlelés ízleléssel, ha van szaglás szaglással. Ami ugye jóval nagyobb adatbázis, mintha csak képet és hangot rögzítenénk. Vagy csak simán képet. Tehát minél többet rögzítenek, nyilván annál nagyobb adatbázis. És ha megnézed, mondom, ha foglalkoztál ilyennel, mondjuk rögzítesz egy videót. Oké? Mondjuk a számítógépedre, vagy a telefonodra. És mondjuk jó minőségben rögzíted, akkor látod, hogy egy, mit tudom én mondjuk, egy óra, az mondjuk nem túl nagyon jó minőségben, tehát nem 50 frame per szekundumban, az mondjuk 1 giga. Most gondold végig, akkor mióta megfogantál, hány giga rögzült? Na most, az azt jelenti, hogy mondjuk a teljes rögzítés ebben az 50 frame per szekundum és a további rögzítés csak te esetedben mondjuk kellene hozzá annyi rögzítési kapacitás, főleg ha mit tudom én mondjuk már nem 10 éves vagy, hanem mondjuk 40, érted? Mint mondjuk a Google-nek a tároló kapacitása. Érted? Csak a te kapacitásod igényelne annyit, mint mondjuk a Google-nek a tároló kapacitása. És ez szerinted az agy tudja? Érted? Tehát képes az agyad erre? Hogy lenne képes? Hát semmilyen technológia nem képes, akkor az agy képes. Hát gondold végig, bármilyen matematikai feladatot egy számítógép, mondjuk egy bonyolult matematikai feladatot, egy számítógép mennyivel gyorsabban kiszámol, mint te? Tehát a számítógépnek lehet, hogy belekerül mondjuk 5-4 másodpercbe, érted? 4-5 másodpercbe, te meg dolgozol rajta fél napot, hogy azt kiszámold. Szóval, akkor hogy van ez? Tehát akkor az agyunk ilyenre képes? És ha tanulmányoztad már azt, hogy hogyan működik minden a világban, akkor rájöttél volna,
hogy minden, ami nem egyszerű, tehát minden, ami nem egyszerű, és nem, és szabályos, tehát szabályosan működik, tehát szabályt lehet alkotni a működésére, az hogy jöhetett létre véletlenül? Tehát aminek szabályos működése van, hogy jöhetett létre véletlenül? Tehát hol látsz valami olyat a környezetedbe, hogy van egy szabályos működése, vagy viszonylag szabályos működése, és az magától van, magától működik szabályosan. Hol látsz ilyet? Környezetedben. Tehát ne nézz túl, mert mit tudom, azt mondod, hogy a hold az forog a föld körül, és szabályosan működik, és magától működik. Mert nem tudod, hogy miért működik. Tehát én arra mondom, amire tudod, hogy működik, és tudod, hogy miért működik. Mit tudom, itt van egy számítógép, miért működik? Mert emberek összerakták, hogy működjön. Jó, lehet, hogy gépek rakták össze, most ez részletkérdés, de azokat a gépeket egyszer emberek hozták létre. Világos? Arra, hogy létre összeszereljék a számítógépet. Szóval lényeg az, hogy emberek csinálták. Tehát értelmes lények hozták létre. Na most, te meg azt mondod, hogy mit tudom, ott van a hold, és hát magától működik. Gondold végig, hogy működhet valami magától? Mondjuk a hold esetében. Tehát hallottál már olyat, hogy a föld tömegvonzása, nem? Mindenki hallott ilyet. Tehát a földnek van egy nagyon nagy tömegvonzása. Hát ezért csapódnak be az meteorok, igen. Tehát a meteorok. Mert van egy vonzás. Oké? Na most, és a hold miért nem csapódik be? Jó? Mert a földnek sokkal nagyobb a tömegvonzása, mint a holdnak. Ugye ezt tudjuk jól. Be kellene csapódnia. Na akkor nézzük tovább. Tudjuk jól, hogy minden, ami forog, ott föllép egy centripetális erő. Ugye a legjobb példa erre a centrifuga. Ugye a centrifuga kifugázza a vizet a ruhából. Oké? Tehát ugye ez a centripetális erő és centripetális gyorsulás. Centrifugális gyorsulás, ugye mondhatnánk azt, de centripetális gyorsulásnak hívják, meg centripetális erőnek hívják. Az azt jelenti, hogy ha valami pörög, akkor az el akar távolodni. Érted? Akkor kérdezem én, ha a hold forog a föld körül, miért nem távolodik el? Tehát egy, miért nem vonza be a föld? Csak mondom azoknak, akik ilyen hitetlenek, jó? Csak hogy gondolkodjanak. Tehát ne azt hidd el, amit mondanak az emberek, hanem gondolkodj. Ne azt hidd el, amit tanultál, akár professzoroktól, a professzor is tanulta valakitől, jó? És neki azt kellett leadni, azt az anyagot. Maradjunk ennyibe. Jó? Hála Istennek, itt nálunk nem az állam határozza meg, hogy én mit taníthatok. Világos ez? Nem is valamilyen gazdasági szervezet határozza meg, hogy mit taníthatok, hanem azt tanítok, amit én akarok. Világos ez? Ez egy óriási különbség. Az iskolákban azt a tananyagot adhatták le, amit kötelezővé tették számukra, hogy leadják. Világos volt? Bármilyen iskolába jártál. Tehát, hogyha elmész mondjuk egy olyan tanfolyamra, ami államilag támogatott, az állam beleszól, hogy ott mit adhatnak le. Világos? Még akkor is, ha egy teljesen magánszervezetnél veszel igénybe valamilyen tanítást, de ha állami támogatás van rá, tehát ezt ugye úgy hívják, hogy hívják az új módon, milyen képzés, akkreditált, igen, ha akkreditált képzésen veszel részt, akkor onnantól kezdve beleszól az állam, hogy mit adhatsz le.
Világos ez? Jó, és sőt azt is, hogy mikor adhatod le, még abba is beleszól, hogy mikor adhatod le. Érted? Nem csak, hogy mit adhatsz le, hanem mikor adhatod le. Na most nálunk ilyen nincs. Ezáltal én azt tanítok, amit akarok. Jó? És ez így is marad. Nézzük tovább. Tehát ott tartottam, hogy a holdnál. Miért nem távolodik el? Vagy miért nem szippantja be a Föld? Mágneses ereje. Mert a centripetális, ugye hát gondold végig, micsoda sebességgel forog a hold a Föld körül. Hát mekkora távolság, tehát a Föld ugye az egyenlítőnél 45 ezer kilométer. Most gondold végig, hogy a hold valami 200 valahány ezer kilométerre van a Földtől, és mekkora távolságom kering, és 24 óra alatt megkerüli a Földet. Érted? 24 óra alatt. Na most mekkora sebességgel megy? Hát ki kellene a centripetális gyorsulásnak következtében, tehát ilyen több ezer kilométer per órával, vagy több tízezer kilométer szinte, mit tudom én, hány ezer kilométer per órával megy ott a hold a Föld körül, érted? Hát gondold végig. Na most nézzük végig ezt a dolgot. Jó? Miért? Mert ugye mindig ugyanazt az oldalát látod, tehát a egy nap alatt, tehát a Földhöz képest a hold, ugye egy oldal, az nem forog, csak a Föld körül forog, és abban a tempóban forog, ahogy a Föld forog, érted? Tehát most gondold végig, hogy lehet ez, ha ez véletlen? Ugye próbálják ezt megmagyarázni tudósok, hogy mit tudom én, a hold az kiszakadt a Földből. Ez az egyik verzió, igen. Jó? És hogy a manóban maradt ugyanott? Hát ha kiszakadt, akkor az valami hatására kellett kiszakadni. Hát ha valami kiszakad, akkor az puff, azt elmegy. Nem? Persze, az tovább kellett volna mennie. Vagy vissza kellett volna zuhanni egy idő után, ha nem megy olyan messzire. Hát valahogy ez nem ül. Más teóriák szerint, ami közelebb áll a valósághoz, hogy jött, mint egy meteor, és a Föld befogta. Igen, befogta. És miért nem zuhant a Földre? Érted? A meteorok ugye vagy elmennek a Föld mellett valahol nagy távolságba, vagy becsapódnak. Nem állnak neki keringeni. Oké? Okay? Mert ha neki áll keringeni, akkor egy idő után vagy eltávolodik, mert gyorsabban kering, vagy beszippantja a Föld. Ugyanúgy, mint az űrállomásokat. Tudjátok, hogy az űrállomások is, meg a különböző űrrakéták maradékai, az ilyen, tudod, amivel fölmentek, azok keringtek egy darabig a Föld körül, aztán szépen lezuhantak. Mert a Föld egy idő után beszippantotta őt. Hát holdnál is így kéne működni. Hát vajon az űrállomások, amelyik nem távolodnak el, nem szippantja be a Föld, amiben élnek is, mert van olyan űrállomás, amiben élnek, tudjátok. Nem sokan, mert páran tudnak ott élni. És nem sokáig élnek, mert mit tudom én, egy-két évet vannak ott, azt lecserélik őket. Szóval, azok az űrállomások miért nem esnek le a Földre, vagy miért nem távolodnak el? Nagyon egyszerű a válasz, mert az technológia, és az ember szabályozza, hogy ne csapódjon be a Földbe, vagy ne távolodjon el. Világos volt? Tehát kell hozzá egy magas intelligencia, hogy megmaradjon azon a pályán az űrállomás. Érted? Vagy ezek a milyen bolygók? Műholdak, így van. Műholdak, ugyanaz a helyzet, hogy beállítják arra a sebességre és arra a pályára, ahol kiszámítják és beállítják, hogy
ne távolodjon el, vagy ne szippantsa be a föld. Ha valamit rosszul számolnak, egy kicsit is elszámolják magukat, akkor vagy elszáll a műhold egy idő után, vagy leesik, beesik a földre. Amire példák vannak. Ugye nagy többségében ez van, hogy leesik a földre. Na most, akkor a holdnál hogy van? De a hold megy magától, mi? Tehát a holdat nem kell szabályozni. Gondolkozz! Hát most már nem lehet megetetni az embereket, mert vannak rá példák, hogy hogy működik egy műhold, vagy hogy működik egy űrállomás. Érted? Ha vannak rá példák. Tehát nem mondhatja az ember, hogy de hát a hold kivétel. Mitől lenne kivétel? Vagy a hold az más, igen. Hogy? Hogy lenne más? Hát ugyanúgy egy objektum a hold, mint egy műhold, vagy mint egy űrállomás. Aminél szabályozni kell, hogy ne térje le a pályáról. És időnként be kell avatkozni, ha valami miatt elkezd letérni a pályáról. Vagy ha olyan pontosan beállították, hogy ne térjen a pályáról le, ugye a centripetális erőt és a mágneses teret úgy beállították, hogy pont pályán maradjon, míg a világ a világ, hát ez milyen precíz számítást, sebességet kellett kiszámolni. Gondoljátok végig. De a természet ilyet tud alkotni. Ugye nem gondolt komolyan? Véletlenül ilyet alkot a természet, persze. Tehát a véletlenül a természet az meg tudja alkotni, hogy a nap körül a bolygók azok szabályos pályán keringenek évmilliárdokon keresztül. Ugye ezt nem gondolod komolyan. És beadták neked azt a maszlagot, hogy ősrobbanás, de biztos tévében már láttál ősrobbanást. Hát az ősrobbanás, ott megy minden szana szét, amerre csak lehet. Ott, tehát robbanásban te még szabályszerűséget nem láttál. Vagy két egyforma robbanást még soha senki nem tapasztalt. De itt az ősrobbanás következtében minden szabályosan kialakult. Ugye ezt nem gondoljátok komolyan. Tehát lehet, hogy veled meg lehetett ezeket etetni, meg sok emberrel, velem nem. Oké? Miért? Mert ha valamiben nincs logika, az nem létező dolog. Oké? Az nem létezik. Amiben van logika, az meg egy létező dolog. Érted? De a logikát, azt mindig értelmes lények hozzák létre. Logikus működése, ahhoz kapcsolódnak az értelmes lények. És az ember megalkotta ezt? Nem az ember alkotta meg. Megalkotta az ember azt, hogy a hold forogjon a nap, a föld körül? A föld megforogjon a nap körül? Nem. Akkor valakik megcsinálták. És valakiknek érdekük volt például az, hogy az emberiség ide lejöjjön a földre. Tehát itt elkezdjen szaporodni. Oké? Valakiknek érdekük volt az is, hogy életet hozzanak létre ezen a bolygón. Logikus? Miért nem minden bolygón? Mert felesleges minden bolygón életet létrehozni. Mert egy bolygóban könnyebb életet létrehozni, mint a bolygó felszínen. Hát gondold végig, egy zárt térben simán létrehozol levegőt, tehát beszívható levegőt, ami kell, mesterséges úton előállított levegőt simán létre tudsz hozni. Egy zárt térben. Zárt térben simán létre tudsz hozni olyan életet, hogy növények, állatok legyenek. De egy bolygón létrehozni mondjuk légkört, és olyan légkört, ami védi az életet a napsugárzásától, nem csak a hőtől, érted? Hanem az egyéb sugárzástól.
ami ugye elpusztítaná az életet. Hát gondold végig, hogy van olyan technológia, már földi technológia, hogy a vírusokat, baktériumokat ultraviola sugárzással írtják. Érted? Vagy ultraibolya, mindegy. Érted? Már nem tudom melyikkel. És akkor elpusztul az összes baktérium, az összes vírus, minden, érted? És az azt jelenti, hogy a napból jönnek ilyen energiák, és a Földnek a légköre megvédi az életet itt a Földön, érted? Ettől a sugárzástól. Ha ez nem lenne, olyan, mintha a Marson lennél, vagy a Holdon lennél, ott pillanatokat meghalnál, érted? Mert ezt a sugárzást nem bírnád ki. Tehát nem a hőt, hanem a sugárzást nem bírnád ki. Szóval, nem véletlenül ezeken a helyeken ugye szkafanderbe tudnak csak lenni. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy gondolkodj el, hogy az életünk nem a véletlen része, ebben a földi bolygón, tehát földbolygón, itt semmi nem véletlen. És sehol a világegyetemben nincs olyan, hogy véletlen. Nincsen. Tehát véletlen nem történik semmi. És ezáltal ugye minket egy különleges módon hoztak létre, hogy most kik, mik, az most részletkérdés, erről már beszéltem, most nem fogok, de úgy hoztak létre, mondhatjuk azt, nem teljesen igaz, ez, amit fogok mondani, hogy kísérleti céllal, nem azzal, mert másokból jöttünk így létre, hogy van egy olyan fajta működésünk, hogy összekevertek minket az istenekkel, meg az állatokkal. Nem vicc. Tehát ami azt jelenti, hogy látni, hogy van bennünk állat, mert szőrösek vagyunk, tehát ugye mondják is, hogy emlős, nem? Legfejlettebb emlős a Földön, tehát akkor az állatvilágból származik, és mégis van gondolkodásunk, ami csak az isteneknek van. Oké? Tehát a felsőbbrendű lényeknek van. És ott egy kérdés van. Te melyik ezt üzemelteted? Melyik agyféltekélet? Az állatit? Vagy az istenit? Tehát nem az a gondolkodás, hogy tiszta és világos legyél, hogy képes vagy arra, hogy hazatalálj. Jó? Nem ez a gondolkodás. Figyeld, én voltam gyerekkorban, meg fogsz lepődni, amit mondok, voltam gyerekkorban rengeteget Szabolcsba. Ugye anyám onnan való volt. Onnan az ukrán határ mellől. Innen. És lényeg az, hogy akkor a gyerekkoromban még a libákat kihajtották, jött a libapásztor, a családok kihajtották az utcára a libákat, annyi volt. Kiment, mint tudom, volt egy családban 10-20-30 liba, ment a rengeteg liba, kihajtották ugye a holtágra, a Tiszának a holtágára, utána a libapásztor hazahajtotta, és a libák betaláltak a házukba. Nem a szomszéd libája ment a, érted, hanem a libák, ugyanúgy, mint a tehenek, hazataláltak, érted? Fehér libákról van szó, tehát házi ludakról természetesen. Hazataláltak. Hát ez ugyanolyan, mond, gondold végig, hogy a vándormadarak hazatalálnak a fészkükre. Honnan? Tehát, érted? Tehát a hazataláláshoz nem kell ész. Az ösztönös, a méh is elszáll milyen messzire, utána hazatalál a kaptárba. Érted? Még akkor is hazatalál a kaptárba, közben arrébb viszik a kaptárt. Nem akkor, hanem mikor ugye új helyre viszik a kaptárt, és utána ott kiengedik a méheket, és utána megint visszatalálod a saját kaptárába. Tehát a hazataláláshoz sok észre nincs szükség. Gondold végig.
Tehát, hát akkor mi a gondolkodás? A gondolkodás az gyakorlatilag két dolog. Akkor gondolkodik valaki, ha mérlegel. Jó? Ez a kicsiben gondolkodás. Jó? A nagyban gondolkodás, mikor a teremtés érdekében mérlegel. Érted? Na, ez isteni. Ez isteni gondolkodásmód. Tehát amikor az ember feladja a mérlegelést, feladja a teremtés érdekében történő mérlegelést, akkor ösztönlényként működik. Tehát szó szerint ösztönlényként. Ami azt jelenti, hogy azokat a dolgokat csinálja, mint általában az ösztönlények. Most nem az emberek, hanem mondjuk a fejlettebb állatok. Mit csinál a fejlettebb ösztönlény, mondjuk egy fejlettebb állat? Dolgozik a táplálékért, nem? Dolgozik a odujáért, a fészkéért, stb. Stb. Nem? Ezt csinálja. Utódokat hoz létre, érted? Felneveli az utódokat. És közben, ha teheti, pihen. Nem? Ezt csinálják az ösztönlények. Ha vándor ösztönlényről van szó, akkor új területre költözik mondjuk. Télen, vagy őszre, vagy ősszel, meg tavasszal. Tehát viszonylag késő ősszel, és viszonylag kora tavasszal. Tehát valamikor tavasszal és ősszel. Új helyre költözik. De hazatalálnak. Jó? Na most. Mostanában sok vándor ösztönlény ember van, ha megnézitek. Nem? Abban a különbséggel, hogy nem ősszel meg tavasszal vándorolnak, mint az állatok, hanem amikor eszükbe jut, akkor vándorolnak. Így van, tehát nincs szabály. Gondold, még rosszabb, mert nincs szabály. Nincs szabály a vándorlásukban. Tehát ilyen szabálytalan vándorlást. Mint ha az állatok úgy vándorolnának, hogy na, eszünkbe jut és menjünk, érted? Nem így. Jó, tehát. De gondold végig, az emberek nagy része ilyen életet él. Nem? Tehát azt az életet éli, hogy legyen táplálék, legyen odú vagy fészek. Érted? Így van. Nem? Legyenek utódok. Nem? És akkor időnként lustákodik, pihen. Nem? Ennyi, és erről szól az élet. Vagy rosszul látom? Tehát ezért születtél. Isteni teremtményként, ami azt jelenti, hogy mi se véletlenül vagyunk, és akkor kitalálják, hogy hát az evolúciója révén van az ember. Ja, és az evolúció úgy kezdődött, hogy egysejtű. És akkor tanultuk, hogy mit tudom, egysejtű a papucsállatka, érted? Egysejtű a tengerbe úszik, hogy hívják? Amőba, nem a medúza, medúza, egysejtű, érted? Jó? Tehát itt van egy pár ilyen egysejtű. De nem is ez a lényeg. És onnan kifejlődött. Tehát akkor, ha te azt gondolod, hogy az evolúció révén lettél ember, akkor az ősöd az papucsállatka volt. Vagy medúza. Ugye ezt nem gondolod komolyan. Hát de akkor is azt mondod, hogy hát de az évmilliárdokkal ezelőtt volt, de akkor is az az ősöd, érted? Ugye ne nevettessed ki magadat ezzel a teóriával, ezzel az elmélettel. Hát ott van minden, ha szabályosan képes működni, és minden, ha szabályos
kinézete van, akkor az létrehozott. Mondj egy olyan dolgot a természetből, ami szabályos, és a természet alakította ki. Nem tudsz. Nincs ilyen. Láttál már tökéletesen szabályos követ? Nem igazán. De azt is mér, ha esetleg gömb alakú lett a kő. Hát meddig görgette a folyó, hogy gömb alakú legyen? Érted? Tehát arra is erő kellett, hogy hasson, egy külső erő, hogy mondjuk viszonylag gömbölyű legyen. Érted? Vagy láttam már olyan követ, hogy majdnem szabályos kerek volt, és lapos, érted? És lehetett vele, tudod, kacsázni, így van. Jó, tehát én mindig Szabolcsban csináltunk ilyet, a Tiszán ott úgy hívták, hogy szűrni. Igen, ott úgy hívták. Nem kacsázni, hanem szűrni. És lényeg az, hogy Pesten még nem csináltam ilyet. Tehát gondoljátok végig. Mi nem a véletlen műve vagyunk. Az életed sem a véletlen műve. Tehát azért születtél, amiért egy állat. Tehát mit csinálnak az állatok? Megnézed? Gyakorlatilag a természet része, minden állat, minden növény. Tehát valamilyen formában helye van a természetben. Jó? Például abban van helye, hogy a másik állatból kevesebb szaporodjon. Érted? Mert megeszi. Csak most mondtam valamit. Tehát az ember nem része a természetnek, semmilyen formában. Tehát megnézed, nekünk nincs helyünk a természetben. Miért? Hát minden állat az tudott alkalmazkodni a környezetéhez. Érted? Hát itt van az ember, hogy alkalmazkodott a környezetéhez? Ruhát vett föl, nem? Ruhát vett föl a nap ellen, ruhát vett föl a hideg ellen, nem? Az állatoknak nem kell ruha, hogy a természettel szemben védekezzenek. Nem gondolkoztál még el ezen? Nem vagyunk része a természetnek. Létrehozták a természetet azért, hogy gondoskodjunk róla, és kiszolgáljon. Világos? Ezért van természet. Ezért a két okból. Mi nem hozták létre mondjuk a Holdon, vagy a Marson, vagy bárhol? Nem van, son. Jó? Azért, mert ott nincs ember. Érted? Ilyen egyszerű. Az embernek hozták létre, hogy itt fenntartsa magát. Létrehozták azt a környezetet, hogy utána ide lehessen telepíteni az embert. És miért kellett ide telepíteni az embert? Hát nagyon egyszerű, hogy fejlődjünk, nem? Mi az életnek más értelme a fejlődésen kívül? Mondod végig. Akkor inkább úgy mondom, az emberi életnek. Mi az értelme a fejlődésen kívül? Mi az értelme? Mondod végig. Jó, te lezabáljam magam rendszeresen. Az az értelme? Vagy legyen annyi gyerekem, amennyit csak meg tudok csinálni. Na, vannak ilyen férfiak. Vagy szüljek annyi gyereket, amennyit csak szülni tudok. Vannak ilyen nők. Vannak. Ez az élet értelme? Vagy jókat szórakozzak, jókat bulizzak. Ez az élet értelme? És ki fogja rá megteremteni a lóvét?
Hát ha valaki beleszületett egy milliárdos családba, akkor nem, semmi gond nincs ezzel. De hát arra meg kell teremteni a lóvét, nem? Hogy az ember bulizzon, szórakozzon. Vagy azt mondja az ember, hogy hát jókat lustákodjak. De arra is meg kell teremteni a lóvét, mert sokat lustákodsz, akkor ki fogja a lustákodásodat kifizetni? Hm? Ki fog neked enni adni? Satöbbi, satöbbi. Gondold végig. Nem, nem ezért születtünk. Ezért születtünk. Hogy van az, hogy mindenkinek a születésében, dátumában benne van, hogy miért született? Mi a küldetése? Minden ember születési dátumában benne van. És ezt ki lehet számolni mindenkinél, csak egy kis numerológiai tudás kell hozzá, számmisztikai tudás kell hozzá. No, hogy van ez? És akkor megnézzük mondjuk két embert, aki azonos napon született, nagyon hasonló működésük van. Hogy van ez? Két ember, aki mondjuk igazából ellentétes energiájú napokon született, az meg ellentétes működésű. Hogy van ez? Hm? Ja, hát ez biztos a véletlen műve, nem? Véletlenül így van. Hogy? Hát a számokat működtetik az állatok. Te láttál már olyan állatot, amelyik számokat működtet? Nincs ilyen. Az ember működteti a számokat, illetve inkább úgy mondanám, hogy az értelmes lények működtetik a számokat, nem? És az azt jelenti, hogy még az is meg van szervezve, hogy ki mikor született. Még az is meg van szervezve. Az is meg van szervezve, hogy milyen családba születtél. Azt is megszervezték, hogy milyen családba születtél. Semmi nem véletlen. Sőt, képzeld el, benne voltál abban, hogy eldönts, hogy milyen családba szüles. Meg abban is, hogy hanyadikán szüles. Abban is benne voltál. Születhettél volna egy nappal előbb is, egy nappal később is, vagy akár egy héttel előbb, vagy egy héttel később. De te pont azon a napon születtél, és ez nem véletlen. Te ezt kiválasztottad, hogy azon a napon fog születni, hogy azokkal az energiákkal rendelkez, amivel rendelkezel. Oké? Tehát itt semmi nincs véletlenül. És ha nincs véletlenül, akkor a szervezet, és méghozzá értelmes lények által szervezet, attól, hogy na most, nézzük meg. Mit tudom én, kinek van olyan gyereke, aki már kirepült és családot alapított? Jó, tehát kirepült, családot alapított. Oké. Mennyire szeretik a gyerekeit, ha beleszólsz az életükbe? Hm? Nem szeretik. Semennyire. Oké, maradjunk ennyibe, hogy semennyire nem szeretik. Jó? Ez azt jelenti, hogy gondold végig, itt van az emberiség, és ugye azt mondod, hogy hát de hol vannak azok a lények? Hát miért szerinted mi szeretnénk emberek, hogy állandóan beleszólnák az életünkbe a fentiek? És itt lejönnének és beleszólnának? Hm? Szeretnéd? Tehát most gondold végig, ugye mindenkinek, tehát én azokat közlöm, amiről tudom, hogy úgy van, mindenkinek van egy saját istene. Jó, egy felsőbbrendű lény. Szeretnéd azt, hogy állandóan ott lenne veled és basztatna? Nem jobb, hogy nem látod? Gondold végig.
Tehát nem jobb érzés, hogy látszólag úgy néz ki, hogy te irányítod a saját életedet? Nem jobb érzés? Nem mindig, mikor elcseszel dolgokat, akkor nem annyira. Gondold végig. Tehát itt semmi nem véletlen. Tehát most gondold végig, neked melyik jobb? Ugye én úgy lettem elinduló ezen a területen, hogy mi van az ember élet mögött, hogy elkezdtem úgy működni, hogy nekem mi a jobb. Érted? Tehát azt fogtam és háttérbe szorítottam, hogy mit tanítottak nekem. Jó, azt teljesen háttérbe szorítottam. Azt mondtam, hogy az nem számít, hogy mit tanítottak nekem, az számít, hogy nekem mi a jobb. És elkezdtem ennek alapján működni, és tudod, mit eredményezett, hogy nyitott lettem? Nyitott lettem, hogy elszakadjak a dogmáktól. Ugye a dogmák azok a tanítások, amit betanítanak az embernek, hogy neki azt kell hinnie, ez kész. Jó? És ettől el tudtam szakadni azáltal, hogy végig gondoltam, melyik a jobb. Te is gondold végig, melyik a jobb. Ugye van például olyan, hogy a fenti létforma legalacsonyabb szintje az az angyal. Mindenki hallott már ezt a szót, hogy angyal, nem? És mindenki úgy nagyjából tisztában is van vele, hogy az mi lehet. Ugye az angyal az egy szellemlény, méghozzá egy jó szellemlény, ugye egy szeretetteljes szellemlény. Most gondold végig, hallottál már olyanról is, hogy őrangyal. Tehát most gondold végig, melyik a jobb? Hogyha lenne angyalod, vagy nem lenne angyalod? Amely mondjuk vigyáz rád. Nem látod, a szellemlény, hogy látnád? Na melyik lenne a jobb, ha nincs, vagy ha van? Ha van. Tehát miért nem lépsz arra az útra, ami neked jó? Miért, ha ragaszkodsz a dogmákhoz? Miért ragaszkodsz azokhoz a tanított információkhoz, aminek igazából semmi alapja nincs? Mert nincs benne semmi logika. És amiben nincs logika, az tudod, hogy amiben nincs logika, az hazugság. Tehát az abban van hazugság. Jó? Tehát ahhoz, hogy hazugság legyen, ki kell venni a logikát, és akkor már lehet hazudni. Jó? Tehát megnézed a világháborúra, tehát nem logikus, hogy legyen világháború. Tehát ezért telerakják hazugsággal, hogy elhitt, hogy világháború lesz. Oké? Tehát ott vannak az angyalok, mint felsőbbrendű lényeink, tehát lények, és ott van azok fölött, tehát mindenkinek van saját angyala, akinek az a dolga itt, hogy terelgessen téged. Milyen irányba? Hát a küldetésed irányába. Attól, hogy nem tudod, hogy mi a küldetésed, nehezebb dolgod van sokkal, mint ha tudnád, mi a küldetésed, mert akkor magadtól is mennél a küldetésed felé, mert a küldetés mit jelent? Az egy életfeladat. Életcél, inkább úgy mondanám, nem feladat, életcél. Mert az életfeladat az más. Jó, életcél. Egy olyan cél, amit elérsz, és nem tudod ebben az életedben befejezni. Tehát nem olyan, mint egy anyagi cél. Az anyagi célt, hogy elérted, és akkor az be van fejezve. Kész. Érted? És akkor kell egy következő anyagi cél. Tehát a küldetés az nem anyagi cél, az egy szellemi cél. Oké? És a szellemi célt, ha eléred, a szellemi célok mind olyan, hogy nem tudod befejezni, mert lehet tovább benne fejlődni. Az összes szellemi cél olyan, hogy nem tudod befejezni, nem tudod azt mondani, hogy készen vagyok vele. Oké? Ez olyan, mint egy szakma, hogyha egy olyan szakmád van, amiben mindig kell fejlődni, mert mondjuk változik a világ, és neked mindig kell hozzáfejlődnöd ahhoz a szakmához. Érted? Na így képzeld el. Tehát ilyen a küldetés,
hogy nem tudod elérni, és azt mondod, hogy jó, már ebben ez vagyok. Most gondold végig, mit tudom én, nekem volt egy szakmám, autószerelő, tanultam Ladán, meg ilyen autókon, érted? Skodán, meg ilyeneken. És vannak még azok? Olyankor kell szerelni az autószerelőknek? Nem. Teljesen más autók vannak, és akik nem képezték magukat, nem képezték tovább magukat, azok nem tudnak belőle megélni. Világos ez? Szóval, van egy angyalod, és az angyalodnak van egy főnöke. Az a teremtőd. Az angyalod itt van, az egy végrehajtó. A főnöknek nem kell ott lenni. Az elég, ha kommunikál a végrehajtóval. Ez olyan, mint a munkahelyeken a főnök. A főnöknek nem kell ott lenni a munkavégzéskor. Csak az a különbség, hogy a földi ember az nem kellően etikus. Ezért nincs ott a főnök. Ha-ha, lehet lógni. Jaj, de jó. Oké? Okay. Na, az angyalok nem lógnak. Maradjunk ennyibe. Jó? Ott nincs lógás. És az azt jelenti, hogy mindenkinek van saját angyala és saját istene. Miért Isten? Azért Isten, azért Istened, mert ha ő nem működött volna veled, és nem intézte volna, nem inkább úgy mondom, hogy segítette volna a leszületésedet, akkor nem születtél volna meg. Hanem mi lettél volna? Maradtál volna a létközi állapotban. Tudod, mi a baj a létközi állapottal? Virtuális valóság. Nem valóság. Csak virtuális valóság. Jó? Tehát a létközi állapotban ezért van az, hogyha valaki visszatér a létközi állapotból, meghalt, és visszahozzák a halálból, még időn belül természetesen, akkor nagyon hasonlóról számolnak be. Mert a virtuális valóságba helyezik őket. És a virtuális valóság között nincs különbség. Vagy nem igazán van. Jó, és utána visszajöhet, és beszámol egy nagyon hasonló helyzetről. Tehát, de nem egy ilyen világból jöttünk. Kik? A lelkünk. A lelkünk az egy isteni létformában jött. Tehát gondold végig, neked melyik a jobb? Evolúciós elmélet, papucsállatkából lettél? Vagy a teremtő kiválasztotta magából a lelkeket, az összeset a világegyetemben? Tehát lélektestvérek vagyunk, szó szerint. Kiválasztotta magából, és azzal a szándékkal vagyunk itt, hogy megtapasztaljunk olyan dolgokat, amit egyébként isteni létformában nem tudtál megtapasztalni. Ilyen egyszerű. Vagy papucsállatka. Melyik a jobb? Maradhatunk a papucsállatkánál nálad, semmi gond nincs ezzel. Ha te azt gondolod, hogy neked az a jó. Tehát gondold végig, a teremtőből vagy. Érted? A lelked az a teremtőnek a része. Érted? Tehát ez nem úgy működik, mint a sejtosztódás, hogy egy sejtből kettő lesz. Nem. Tévedés. Az azt jelenti, hogy az egyből ő kiszakított egy picit. Érted? Az lett a te lelked. Érted? Hát gondold végig, az ős időkben csak egy lélek volt az egész világegyetemben. Egyetlen egy. Ezt úgy hívták, hogy teremtő. És akkor lett további lélek, mikor a saját lelkét megosztotta, érted? Tehát gondold végig, mekkora hatalmas lélek volt az, hogy az egész világegyetem abba tartozott, az anyaggal, mindennel együtt. Mert az összes anyag is belőle lett. Gondold végig. És ez tény, mert a kvantumfizikusok már megállapították. Tény, nézz utána. Oké? Okay. És
gondold végig, melyik a jobb. Papucs állatkából lettél, vagy a teremtő része vagy. Nem akkora, mint a teremtő, pici. Születésednél fogva borsó nagyságú. Ami azt jelenti, hogy mikor nő egy lélek, a tudás növeli. Érted? A tudás növeli a lelket. Minél több az élet és az ember ismeretről a tudása, annál nagyobb a lelke. Ezért mondják, hogy nagy lelkű. Tehát ha valakinek nagyobb a tudása, az nagy lelkű. Aki be van zárva az anyagba, és nem hagyja, hogy a lelke fejlődjön, az soha nem lesz nagy lelkű. Érted? Jó? És itt van egy közösségünk, ahova várunk szeretettel, de erről mindjárt fognak beszélni a házigazdáink, jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsi Miklósnak, hát ezt a... Hát elég nehéz egy kicsit, nehéz megfogalmazni, körülírni, hogy milyen képzést tartott nekünk. A díjmentes képzésnek hívjuk, viszont ebben annyi tanítás volt, hogy szerintem ezt nyugodtan nevezhetjük konkrét képzésnek is. Egy-két hónap híján, 7 éve tanulunk itt már a PPH-nál, Nyílt Akadémiánál, és elmondhatom, hogy a 7 év alatt a díjmentes előadásokba mindig szinte mást hallottam. Ezt azért mondom, mert sokan mondják, hogy miért beszél mindig ugyanarról a mester, nem beszél ugyanarról, ki kell hallani belőle azt a különbséget, azt a plusz információt, amit közread nekünk, azért, hogy mindig közelebb kerülhessünk ahhoz a dologhoz, amit mi még eddig azt se tudtuk, hogy mit nem tudunk, tehát nem tudjuk, hogy létezik olyan is, amit ő kap fentről, és amiről ő tájékoztat bennünket. Életem egyik legjobb döntése volt akkoriban, hogy ide csatlakoztam a PPH-hoz. Hát ez most már idestova majdnem 7 év, párommal együtt. Miért jöttem ide? Miért jöttünk ide? Azért jöttünk ide, és most lehetne itt lufikat puffogtatni, nem teszem. Elmondom, egyértelműen kimondom, hogy azért jöttem ide, mert tehát nagyon-nagyon nem voltam elégedett az életemmel. Miért nem? Azért, mert azt gondoltuk, hogy amióta megismerkedtünk, fejlődtünk, és azt gondoltuk, hogy rendben van az életünk, azt gondoltuk, hogy amit szüleinktől tanultunk, iskolákba tanítottak, az csodálatos és mindenre jó lesz. Hát nagy átverés volt az egész, mert nem lett jó, sőt azt is lehet mondani, hogy egyre inkább illúzióvá vált az, hogy mi jól élünk, elvégeztem középiskola, főiskola, de nem úgy jöttek a dolgok, hogy mi szerettük volna. Sőt, ha most így nézel minket a videón, azok biztos azt gondolod, hogy hát biztos milyen jó előképzettségem van arra, hogy én itt tudok beszélni, hogy ennyi ember, mert itt elég sokan vagyunk most, meg a YouTube-on is tudom, hogy több ezren vagytok, hogy milyen könnyű nekem beszélni, milyen jó, hogy itt vagyok, milyen jó, hogy ezt így megtudom, és sokan azt gondolják a videók, vagy a YouTube előtt, hogy hát ők ezt biztos nem tudnak megcsinálni. Hát most elmondom neked, hogy a középiskolánkban olyan szinten lenyomtak a tanárok, meg az idióta osztálytársak, hogy én 15 ember, vagy 20 előtt se tudtam így kiállni, és épp kézláb 3 mondatot elmondani folyékonyan, mert olyan szintű elnyomást kaptam. De valahogy most már tudom, hogy nekik megköszönhetem, akármilyen bunkók voltak, és akármilyen elnyomásba részesítettek, mert ha az nincsen, akkor most én nem vagyok itt. Mert kellett az a bizonyos szintű mélység, hogy megtapasztaljam, hogy milyen érzés mélységbe lenni, milyen érzés elnyomottnak lenni. Ha most te videóhallgató vagy, és vannak neked ilyen tapasztalatod, vagy vannak szomszédodban ilyen ember, aki ezt tapasztal, hogy nagyon rossz az élete, akkor most neki mondom, hogy meg lehet tapasztalni, hogy is lehet élni, milyen egy jó élet, és ezt Szedlacsi Miklóstól kaptam meg. Amióta itt tanulok, azóta most már rájöttem, hogy azt gondoltam, hogy... Tehát nem gondoltam, hogy ilyen élet is létezik, sőt azt se tudtam, hogy mit nem tudok, meg azt se tudtam, amire később jöttem rá, és ahhoz kellett ez a 7 év, hogy rájöjjek arra, hogy teljesen mindegy az,
hogy te most milyen életet élsz, mindjárt meg fogod érteni, mert kétféle ember van. Egyik az az ember, aki megtapasztal mélységeket, és megtapasztalja azt, hogy milyen egy rossz élethelyzetbe élni. Mi megtapasztaltuk egy majdnem elbukott devizahitel után, meg egy majdnem szétment párkapcsolat után, ami után két szép lány, szép lelkisérült lány maradt volna hátra. És az egyik fajta ember, aki ebbe az élethelyzetbe beletörődik, és azt mondja, hogy hú, milyen szar nekem, biztos nekem ezt kell megélnem. A másik ember meg azt mondja, hogy ha van egy tanító a Földön, aki ebből ki tud engem hozni, meg tud emelni a tanítása által, nyilván nem ő fogja, hanem a tanítását én alkalmazom, és én nekem akkor jó életem van, és ott elmondhatom, egyre jobb az életünk. És rengeteg ember van, aki velem együtt megélte egy időben azt az elnyomást, meg azt a rossz életet, és tudom, hogy ő ugyanabba él, mert ismerem. Viszont amikor én elkezdtem tanulni, ő ezt elítélte. Volt olyan is, aki azt mondta, megmutattam neki, hogy mit mutat mesterünk, azt mondta, hogy töröljem erről a hülyeségről a weboldalról. Mondom, jó. Azóta nem beszéltem vele, de tudom, milyen életet él. Ugyanazt éli, mint amit akkor élt. Tehát kétféle ember van. Mind a kettőnek egyforma az élethelyzete, ahonnan kiindul, de az egyik azt mondja, hogy akkor tanuljunk, fejlődjünk, tegyük jobbá az életünket, mert van egy ember, aki ezt meg tudja nekünk mutatni, a másik ember meg beleragad abba, és inkább sajnálja magát. Úgyhogy mi ezt megtettük párommal együtt, hogy léptünk, és nem adtuk föl, bármilyen nehézség volt. Bármilyen nehézség volt. A másik az, hogy az az élet, amit akkor éltünk, és amit most élünk, ez most visszagondolva, sokan udvariságból azt mondják egy kérdésre, hogy miért tanulunk itt. Azért tanulunk, mert hát nem voltunk megelégedve, hogy jobb élet akarunk a családnak, hogy jobb életet akarunk magunknak. Igaz, de ez egy lufi. Az igazság az, hogy igenis jól akartunk élni. Mind anyagilag, mi mentálisan. Jól akartunk élni, és sokan elítélik a pénzt, ne tegyétek, mert a pénzből élek én is, meg te is, meg mindenki, aki itt van a világon ma, és a pénzt igazán szeretni kell, mert mondjuk 200 évvel ezelőtt, ha volt egy tanító, és neki szüksége volt erre, meg arra, meg amarra élelmiszerre, vagy bármire, akkor csereként lehetett azt adni neki, mert valakinek volt 3 zsák krumpia, 1 zsákot adott neki. Viszont most én mit adnék mesterünknek? Tehát a pénzt szeretni kell, mert én ezt az egy cserét tudom neki adni. És ezért nem kell a pénzt se elítélni, mert azt is látom, hogy rengeteg ismerősöm van, akik azt mondják, hogy hát őket a pénz nem érdekli, miért nem tanít mesterünk ingyen. És akkor mindig megkérdezem tőle, hogy jó, de mit adnál cserébe érte? Ja. És akkor nincs válasz. Valaki azt mondja, hogy ingyen szeretném. Ővel nem is folytatom beszélgetést, mert tudom, hogy nem érdemes vele, mert annyira rosszabb gondolkodása. Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy itt Szedlacsi Miklós iskolájában nincsen vizsga. Én utáltam mindig vizsgázni, tehát nekem akkor az összes tanulmányom 80% elveszett, mikor ki kellett menni a tábla elé és felelni. Még ha tudtam, akkor is tudtam elmondani. Mesterünnét nincsen vizsga. Ebben az iskolában nincsen vizsga, viszont az összes élethelyzetet megtanuljuk, de nincsen vizsga, mert vizsga az élet maga. Majd az úgyis levizsgáztat mindenkit. Na és az lesz a valóság. És ott nem az fog kiderülni, hogy abban a stresszes helyzetben éppen mit tud, vagy 10 perc alatt mit tud leírni a papírra, hanem azt fogja megtudni saját maga és az élethelyzeti által, amit a képzésben említett angyalok hozzásegítenek, hogy igazából hogy szereplek az életben, hogyan működök, hogyan teljesítek, hogyan vizsgázok a tanultak alapján. Na ott derül neki, hogy mit nem tudok. Viszont mesterünk, megkérdezem, ő meg el tudja mondani, hogy sőt, azt is el tudja, mit nem tudok. Ez többször kiderült. Úgyhogy erre is tudunk tőle segítséget kérni. Te is mondjál valamit. Nehéz hirtelen megszólalni. Volt. Igen, hirtelen volt. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH-hoz csatlakoztunk. Igazából azóta tényleg teljes mértékig megváltozott a gondolkodásunk, és valóban tényleg le kell jutni addig a mélységig, hogy az ember segítség által átértékeljen mindent, és mégis felemelkedve valahogy teljesen másképp lássa a világot, és itt köszönöm a PPH-nak, hogy ezt így, és mesterünknek, hogy szinte
tényleg ő segítette azt, hogy a mi párkapcsolatunk helyes mederbe terelődjön, mert tényleg olyanok voltunk, mint a árcsak úsztunk, árral szembe, gyakorlatilag az életünk csak ment, és semmi tudatosság, vagy illetve nagyon minimális tudatosság volt, mert most elmondhatom magunkról, hogy igazából szerintem mindannyiunkban megvan ez, hogy jártunk iskolákba, megfelelni akarunk családi mintáknak, szülői mintáknak, és elfeledkezünk a legfontosabbról, önmagunkról közbe. Tehát, hogy mi az élet értelme, mi az életrendje, az, hogy tényleg örüljünk egymásnak, az, hogy megfelelő gondolkodásmódba legyünk, és ezt itt megkaptuk mind a PPH-nál, hogy mi az, most és amit itt mesterünk levezetett nekünk, az, hogy értékeljük már át, hogy mindent muszáj nekünk elfogadni, amit mondanak, és hogy józanul kezdjünk el gondolkodni, ezt mind megkaptuk itt, hogy helyesen működjünk, hogy menjünk, és hogy ne adjuk fel. És igazából a felelősségtudat, meg a türelem, meg a kitartás, és ebbe közben minden benne van, hogy fejlődünk. És ez egy hatalmas lépés afelé, hogy akkor ezt másoknak át tudjuk adni, és milyen jó, amikor igazából tényleg itt az a vizsga, hogy egyre nagyobb örömbe élünk, és ez motivációt ad másoknak, és ezáltal ezt ők is akarják. Mert közben gyakorlatilag bennük volt, csak nekünk újból meg kell adni ezt a tüzet, hogy igen, te is megérdemled, igen, te is tegyél érte. És az iskola ezt megadja, hogy igen, együtt meg tudjuk erősíteni egymást, hogy tegyünk érte, és hogy jól érezzük. Mert megérdemli ezt mindenki. Igazából az élet sodrásába ezt elfelejtettük. És itt van lehetőség arra, hogy szépen haladjunk az úton, ki a maga tempójába, tényleg nincs vizsga, az a vizsga, hogy jobban érez magad. A környezeted jobban érezze magát, a közösségbe, egymásra minél jobban mosolyunk, minél boldogabbak legyünk, ez a vizsga. És ez mi, ha nem pozitív? Ezt kint nem tapasztalod meg az életbe. Gyakorlatilag pozitívumot nagyon nem kapunk. És az a jó, hogy itt megtanuljuk azt, hogy ezeket időbe fel tudjuk ismerni. Még ezt is kaptuk itt, hogy a környezetünkben akkor mi az, amit köszönöm szépen, nem. Megtanulsz nemet mondani. Én ezt nem engedem be, mert tisztelem annyira magamat, a környezetemet, elértem egy bizonyos dolgot, egy szintet, egy gondolkodásmódot, és nem kérek belőle. Ezt is megtanulod. Megtanulsz felelősségteljesen, hogy én ezt igenis továbbadom, átadom, példát mutatok, minél jobban akarom, hogy ez jól működjön, és ezáltal ezt látják, megérzik rajtad, egyre jobban működik, és más is akarja. Nem ennek kéne az életnek lenni? Nem az, hogy most én lenyomlak téged, vagy leértékellek. Ez nem az élet. És ezt mind megtanuljuk. És köszönjük szépen mesterünknek, hogy erre lehetőséget adott, és hogy ezen az úton el tudtunk indulni, és hogy tényleg egymásért, meg szinte ezáltal mindenkiért tudunk tenni, gondolom. Egy gondolat ahhoz, amit mondott Páromvera, hogy valaki lenyomja a másikat. Most aki lenyomja a másikat, és úgy akar följebb kerülni, nem gondolt abba bele, hogy amíg, most fizikailag képzeld el, nyomod a másikat lefele, te nem tudsz fölfele haladni, mert ott nyomod lefele. Tehát ahhoz el kell engedni, akit nyomsz, hogy te följebb tudjál menni, és ebbe se gondolnak bele emberek. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy amikor volt nekünk a devizahitelünk, és akkor mi nem ismertük mesterünket, amire majdnem ráment a párkapcsolatunk is a házunk után, vagy egybe, párhuzamosan, hát akkor nem volt őszinte a mosolyunk egymáshoz. Akkor nem volt. Ez jutott még eszembe. Igen, és most mi elmondhatjuk magunkról, és itt a környezetünkről is, és itt örülök neki, hogy egyre. Tehát, hogy itt mosolyogtok, és hogy jól érzitek magatokat, hogy akik itt tanulnak kitartóan, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. És ez nem véletlen, mert a egymásnak nyújtott példákkal, igazából tényleg attól szép ez az egész, hogy mindenkinek más élethelyzete van, de mégis vannak hasonlóságok benne, egymást tudjuk támogatni. És azért azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást. Most is biztos, hogy te sem fogod megbánni.
Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzést van. Havi 200 000 forint értékben kapsz mindennapokban használható ember és életjobbító képzést, de most akciósan mindössze 19.700 forintért. Sőt, a második hónaptól csak 12.500 forintért, ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező, jövedelem szerző lehetőséget is. Ha megteted, próbáld ki 3 hónapra a tudást. A 3 hónap most csak 44.700 forint. Az erőnek az a gyengéje, hogy csak is az erőben hisz. Nem, igen, kurta szavak, viszont megfontolást kívánnak. A lehetőség, a döntés a te kezedben van. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra ez ajánlat, akkor személyes részvételed esetén egyszer betekintést nyerhetsz a képzésbe, amit most 30 perc szünet után fog mesterünk átadni nekünk. A szünet után egészségteremtő coachképzés folytatódik még egy picit, amiben szeretnél, akkor részt tudsz venni, és várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel ajánlatunk, akkor szeretettel elbúcsúzunk tőle, és örülünk, hogy megtiszteltél bennünket részvételeddel, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.